Anthony Robbins, ébreszt fel a benned szunnyadó óriást. Hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi és fizikai körülményeinket? Ajánlom könyvemet annak a határtalan erőnek, amely benned alussza álmát. Ne hagyd, hogy tovább szunnyadjon. Feleségemnek, Bekinek, aki a legtöbbet jelenti nekem. Aki élő példája a feltétel nélküli szeretetnek és támogatásnak. Szeretlek, kedvesem. Előszó. New York City Bellevue kórházának vezető pszichológusaként nagyon sok emberi nyomorúságot látok, és nem csupán a mentálisan beteg emberek körében, akiket kezelünk, hanem annak a normális, egészséges tábnak a körében is, akik őket kezelik. Ugyanezt a boldogtalanságot látom azoknak a magas funkciókat betöltő viszonylag sikeres embereknek a körében is, akikkel privát praxisomban foglalkozom. Nagyon gyakran szükségtelen azonban ez a kín és nyomorúság, és végül meg is szűnik, ha az illetőnek sikerül saját irányítása alá vonnia meggyőződéseit, érzéseit és cselekedeteit annak érdekében, hogy élete folyását megváltoztassa. Sajnos erre a legtöbben képtelenek. Tétlenül várakoznak, aztán a rossz eredményeken próbálnak változtatni, vagy gyakran pszichiáterhez fordulnak, csak hogy panaszkodhassanak rettenetes életükről, vagy hogy valamiféle megerősítést kapjanak valaki mástól. Nem mindig könnyű meggyőzni az embereket arról, hogy felismerjék, saját életük kimenetelét ők maguk határozzák meg. Valójában ez többnyire nagy erőfeszítést kívánó feladat. Következésképpen mindig kerestem az új módszereket és technológiákat, amelyeket alkalmazhatnék a kórházban, valamint privát pácienseim esetében. Öt évvel ezelőtt hallottam először Anthony Robbins munkásságáról, és meg is látogattam egyik szemináriumát New Yorkban. Egy szokatlan estét reméltem, és valóban azt is kaptam. Ami váratlan volt, azt Tony Géniusza jelentette az Emberi Viselkedés és Kommunikáció Birodalmában. Azon az estén megtudtam, hogy Tony is hoztja azt a hitemet, hogy csak az alapvetően egészséges ember képes átvenni az irányítást saját sorsa felett, és teljes életet élni. Nem sokkal ezután részt vettem Tony kéthetes képesítő kurzusán, Certification Program, és sok mindent átadtam az ott tanultakból kollégáimnak és pácienseimnek. A tanfolyamot az élet alapvető tréningjének neveztem el. Ezután ajánlani kezdtem kazetta sorozatait, és Unlimited Power határtalan siker a személyes eredményesség új tudománya című könyvét. Bár néhány kollégám megsértődött vagy meglepődött azon, hogy egy ilyen fiatalember munkásságát ajánlom, akinek még akadémiai ajánlólevele sincs, de azok, akik valóban olvasták a könyveit, vagy hallgatták őt, egyetértettek velem. Érthető és jó információi mellett Tony tehetsége és érdekfeszítő stílusa is hozzájárul ahhoz, hogy az anyag, amit átad, könnyen érthető legyen. Végül feleségemmel együtt részt vettünk egy Date with Destiny találkozása sorssal kurzuson is, ami sok olyan gondolatot tartalmazott, amelyeket Tony legújabb műve, az Ébreszt fel a benned szunnyadó óriást részletesen is kifejt. Az a hétvége eszközt adott a kezünkbe ahhoz, hogy saját értékrendünk, szabályaink és önkontrollunk terén olyan változtatásokat vigyünk végbe, amelyeknek köszönhetően életünk az utóbbi két évben sokkal produktívabb és teljesebb lett. Úgy látom, Tony zseniális tréner az életjátékában. Pontos meglátásaival, intelligenciájával, szenvedélyességével és elkötelezettségével mindig mély benyomást tesz az emberekre és inspirálja őket. Miközben ezt a könyvet olvastam, az volt az érzésem, mintha valóban Tonyval szembenülnék, és egy elmélyült, mégis szórakoztató beszélgetésbe elegyednék vele. Csak ajánlani tudom, hogy ismét és ismét olvassák el ezt a művet, mint egy használati utasítást, valahányszor az élet új kihívásokkal áll elő, vagy az útirány megváltoztatását követeli. Az eszközök egész arzenáját kínálja a tartós változások eléréséhez, valamint leckéket ad az életminőség gazdagításához. Az igazság az, hogy ha elegendően sok ember olvasná el ezt a könyvet, és ha őszinte szívvel megfogadná a tanításait, feleslegessé tenni azt a szakmát, amelyben ma a kollégáim és én magam is működünk. Frederick L. Cowen, PhD. Milyen az emberben ott lakoznak azok a bizonyos szunyadó készségek? Olyan képességek, amelyek még őt magát is meglepnék, mert a birtoklásukról soha nem is álmodott. Erők, amelyek képesek lennének forradalmasítani az életét, ha feltámadnának és akcióba lépnének. Horizon Sweat Martin Első rész Szabadítsd fel belső erődet! Első fejezet A sors álmai Egy álhatatos ember a sorsban hisz, a szeszélyes ember a véletlen esélyben. Benjamin Disraeli Minnyájunknak vannak álmaink. Lelkünk mélyén valamennyien hinni akarjuk, különleges adottságunk van arra, hogy javítsunk a dolgokon, hogy kedvező hatással legyünk másokra, és hogy létezésünkkel jobb helyét tegyük ezt a világot. Életünk valamely szakaszában ott él bennünk az elképzelés arról az életminőségről, amelyre vágyunk, és amit érzésünk szerint megérdemlünk. Mégis sokunknál ezeket az álmokat oly nagy mértékben elhomályosítja a frusztráció és a mindennapi rutintevékenységek sokasága, hogy a továbbiakban még csak kísérletet sem teszünk azok megvalósítására. Túl sokan vannak, akiknek az álma szerte és ezzel együtt az arra irányuló akaratuk is, hogy maguk alakítsák a sorsukat. Sokan elveszítik a bizonyosság érzését, ami pedig a nyertesek számára elengedhetetlen. Egész életemben azt kutattam, hogyan lehetne visszahozni és megvalósítani ezeket az álmokat. Hogyan érhetnénk el, hogy szem előtt tartsuk és alkalmazzuk azt a határtalan erőt és képességet, amely ott szunnyad minnyájunkban. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor ténylegesen belém hasított az örömteli felismerés, hogy ma már valóban az álmaim szerint élek. Sugárhajtású helikopteremmel egy Los Angeles-i üzleti találkozóról Narancs megyébe repültem, útban egyik szemináriumomra, amikor Glendale városa fölött áthaladva hirtelen felismertem egy nagy épületet, megállítottam a helikoptert és lebegve maradtam fölötte. Letekintve ráismertem arra az intézményre, ahol csupán 12 évvel ezelőtt még gondnokként dolgoztam. Azokban a napokban azon aggódtam, hogy 1960-as Volkswagenem vajon nem esik-e szét a munkahelyemhez vezető 30 perces úton. Életem központi problémáját jelentette, hogy egyáltalán megéljek valahogy, Rémült voltam és magányos. Ezen a napon aztán, amikor ott fenn a levegőben lebegtem, ezt gondoltam. Mekkora változás történhet tíz év alatt? Akkor is voltak álmaim, de abban az időben úgy tűnt, soha nem fognak megvalósulni. Ma azonban már hiszek abban, hogy múltbeli kudarcaim és frusztrációim tulajdonképpen lerakták az alapot annak megértéséhez, hogy létrejöhet az életnek egy új szintje, amelyet most élvezek. Folytattam a repülést dél felé, a tengerparti út fölött, és mélyen alattam delfineket pillantottam meg, amint a hullámok között szörfözőkkel játszadoztak. Ez olyan látvány, amelyet a feleségem Beki és én az élet egy különleges ajándékaként értékelünk. Végül örvány fölé értem. Lenézve egy kisé zavarban voltam, amikor megláttam, hogy a szemináriumom színhelye felé vezető lehajtóút csak nem két kilométer hosszan zsúfolva volt autókkal, amelyek lökhárítói csak nem összeértek. Ezt gondoltam magamban. Na öregem, remélem bármi más esemény fog is itt történni ma este. Az hamarosan elkezdődik, hogy a szemináriumomra igyekvő emberek időben megérkezhessenek. De amint leereszkedtem a helikopter leszállóhelyre, új kép tárult elém. Emberek ezreit tartották vissza a biztonsági őrök, ahol éppen leszálltam. Hirtelen kezdtem felfogni a valóságot. A forgalmi dugót éppen azok az emberek okozták, akik az én rendezvényemre igyekeztek. Bár mi úgy 2000 résztvevőre számítottunk, itt egy 7000 fős tömeggel szembesültem. Egy olyan előadóteremben, amelyet 5000 főre méreteztek. Miközben a landolás helyéről az anénába sétáltam, emberek százai vettek körül, akik mind meg akartak ölelni vagy elmesélni, hogy a tevékenységem milyen pozitív hatással volt az életükre. Hihetetlen történeteket osztottak meg velem, egy anya bemutatott a fiának, akit korábban hiperaktívnak és tanulásra képtelennek bélyegeztek. Az ebben a könyvben bemutatott állapotkezelés alkalmazásával nem csak arra volt képes, hogy megmentse őt a Ritalin gyógyszertől, hanem miután átköltöztek Kaliforniába, ott újból megvizsgálták a fiát, és zseninek értékelték. Látni kellett volna az arcát, amikor ezt a fiával kapcsolatos új élményét megosztotta velem. Egy úr arról beszélt, hogyan sikerült megszabadulnia a kokaintól néhány sikerre felkészítő technika alkalmazásával, amelyek ebből a könyvből is megtanulhatók. Egy az 50-es éveinek közepén járó pár elmesélte, hogy 15 évi házasság után már a vállás határán voltak, de aztán megismerték a személyes szabályok témakörét. Egy kereskedő arról beszélt, hogyan ugrott fel a havi bevétele 2000-ről 12000 dollárra mindössze 6 hónap alatt. Egy vállalkozó pedig elmondta, hogy 3 millió dollárral növelte cége bevételét 18 hónap alatt, a minőségi kérdések és az érzelmek kezelésének elveit alkalmazva. Egy csinos fiatal hölgy mutatott egy fényképet korábbi önmagáról. Míg abból az időből, mielőtt lefogyott volna, csak nem 24 kilót az emelő hatás elvének alkalmazásával, amiről szintén részletes leírás van ebben a könyvben oly mélyen megérintettek a termet betöltő érzelmek, és annyira felkavartak, hogy eleinte meg sem tudtam szólalni. Amint a hallgatóságomra néztem, és ötezer mosolygós, derűs szerető arcot láttam, abban a pillanatban rádöbbentem, hogy most éppen megélem az álmomat. Micsoda nagyszerű érzés tudni, hogy a kétség legkisebb árnyéka nélkül rendelkezem azokkal az információkkal, stratégiákkal, filozófiákkal és képességekkel, amelyek ezen emberek bármelyikének segíteni tudnak abban, hogy alkalmassá tegyék magukat a leginkább vágyott változások elérésére. Képek és érzelmek özöne borított el. Emlékezetembe idéztem egy csupán néhány évvel ezelőtti tapasztalatomat, amikor Kaliforniában venice üldögéltem 37 négyzetméteres legénylakásomban, teljesen egyedül, és sírtam. Miközben egy Neil diamond szövegét hallgattam. Létezem, mondtam, de senki nem volt velem. Senki nem hallotta még a székek sem. Vagyok, kiáltottam. Létezem, mondtam. Elvesztem, és még azt sem tudtam, miért hagytak még mindig egyedül engem. Emlékembe idéztem azt az érzést, hogy semmit sem számít az életem. Olyan, mintha a világ eseményei irányítanák a létemet. Emlékeztem arra a pillanatra is, amikor a sorsom megváltozott. Arra a pillanatra, amikor végre azt mondtam, elegem van ebből. Tudom, hogy sokkal több vagyok annál, mint amit szellemileg Érzelmileg és fizikailag a valóságban mutatok. Abban a pillanatban döntést hoztam, amely örökre átalakította az életemet. Elhatároztam, hogy létemnek úgy szólván minden aspektusát megváltoztatom. Elhatároztam, hogy soha többé nem érem be kevesebbel annál, mint amire képes lehetek. Ki gondolta volna, hogy ez a döntésem egyszer még ilyen hihetetlen pillanatot fog elhozni az életemben? Aznap este mindent beleadtam a szemináriumomba és amikor az előadótermet elhagytam, egész embertömeg követett a helikopterig, hogy lássák, amikor elindulok. Az, hogy ez az élmény mélyen meghatott, csupán enyhe kifejezés. Egy könycsebb gördült le az arcomon, amikor megköszöntem teremtőmnek ezeket a gyönyörű ajándékokat. Miközben helikopteremmel elrugaszkodtam a gyepről, és emelkedni kezdtem a holdfényes égbolt felé, meg kellett csípnem magam. Vajon ez valóság? Ugyanaz a fickó vagyok, aki hét évvel ezelőtt küszködött, frusztrált volt, egyedül érezte magát, és még arra is képtelen volt, hogy működőképessé tegye az életét. Aki kövér volt, anyagilag teljesen leégett, és azon aggódott, hogy egyáltalán valahogy megéljen. Hogyan sikerülhetett egy ilyen fiatal kölyöknek, mint én, akinek semmilyen nem volt, csupán egy középiskolai végzettsége, ilyen drámai változást megérnie? Válaszom egyszerű, Megtanultam, hogyan kell jó irányba terelni azt az elvet, amelyet ma az erő, a képességek koncentrációjának nevezek. A legtöbb embernek fogalma sincs arról az óriási képességünkről, amelynek azonnal parancsolni tudunk, mihelyt minden erőforrásunk életünk egyetlen területének az uralására koncentráljuk. Az irányított fókuszálás olyan, mint a lézer sugár, amely képes minden akadályt átvágni, ami látszólag megállíthatna minket. Ha kitartóan összpontosítunk arra, hogy javulást érjünk el valamilyen területen, egyedülálló tulajdonságokat fejleszthetünk ki magunkban ahhoz, hogy valóban jobbá tegyük az adott területet. Sajnos csak nagyon kevesen érjük el azt, amit valóban akarunk, és ez annak a következménye, hogy soha nem irányítjuk a fókuszunkat, nem koncentráljuk az erőinket. Az emberek többsége felületes kontárként halad keresztül az életén, sohasem határozza el, hogy bármit is mesteri szinten meg fog tanulni. Valójában azt hiszem, a legtöbben egyszerűen azért sikertelenek az életben, mert apró dolgokban érnek el nagy eredményt. Úgy gondolom, az élet egyik nagy leckéje az, hogy megtanuljuk megérteni, mi késztet minket arra, hogy éppen azt tegyük, amit teszünk. Mi alakítja az ember viselkedését? Az erre a kérdésre adott válasz kritikus fontosságú kulcsot ad a kezünkbe saját sorsunk alakításához. Egész életemben folyamatosan egyetlen kényszerítő vezérgondolat hajtott. Mi hozza létre a különbséget az emberi életek minőségében? Hogy van az, hogy egyes embereknek a szerény indulás és szörnyű hátterük ellenére gyakran sikerül olyan életet teremteniük, ami inspiráló lehet a számunkra? És ennek éppen ellentéteként mi az oka annak, hogy oly sok ember, aki kiváltságos környezetbe születnek, és minden adottságuk megvan a sikeres élethez, végül mégis kövéren, frusztráltan és káros szenvedélyekkel sújtva végzik. Mi az, ami egyes emberek életét követendő példává, Másokét pedig elrettentő figyelmeztetésé teszi. Mi az a titok, ami sokak számára szenvedélyt, boldogságot és kellemes életet teremt, míg mások számára a refrén valami ilyesmi lehet? Hát csak ennyi. Ez minden. Saját nagyszerű megszállottságom néhány egyszerű kérdéssel kezdődött. Hogyan tudom azonnal kézbe venni életem irányítását? Mit tehetek már ma annak érdekében, hogy változást érjek el, ami segíthet nekem és másoknak sorsunk alakításában? Hogyan tudok fejlődni, tanulni, növekedni és a tudásomat értelmes és szórakoztató módon átadni másoknak? Már nagyon fiatal koromban kialakítottam magamban azt a meggyőződést, hogy valamennyien azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi különlegességeinkkel hozzájáruljunk a világ sorsához, és hogy ehhez mélyen, minnyájunkban ott rejtőzködik egy sajátos adottság. Én tehát hiszek abban, hogy valóban lakozik bennünk egy alvó óriás, Mindenkiben van valamiféle képesség, egy adomány, saját géniuszunk, amely csak hasznosításra vár. Lehetünk tehetségesek a művészetben vagy a zenében. Lehet, hogy különleges módon tudunk viszonyulni azokhoz, akiket szeretünk. Lehetünk zseniális eladók vagy feltalálók, kiemelkedőt nyújthatunk az üzleti életben vagy a karrierünkben. Én abban hiszek, hogy a teremtőnk nem kivételezik, és bár minden egyes ember egyedi teremtmény, Mégis azonos lehetőséget kaptunk arra, hogy az életet a maga teljességében megtapasztaljuk. Sok évvel ezelőtt arra a belátásra jutottam, hogy akkor tudom a lehető leghasznosabban eltölteni az életemet, ha olyan célra fordítom, amely túlmutat az életemen. Elhatároztam olyasmit kell létrehoznom, amely még az én távozásom után is hosszú ideig fennmarad. Ma élvezem azt a hihetetlen privilégiumot, hogy gondolataimat és érzéseimet szó szerint emberek millióival oszthatom meg könyveimen, kazettáimon és televíziós műsorokon keresztül. Csak az elmúlt néhány évben mintegy negyedmillió emberrel dolgoztam együtt személyesen. Segítséget adtam a kongresszus tagjainak, igazgatóknak, cégek és országok elnökeinek, menedzsereknek, anyáknak, kereskedőknek, könyvelőknek, ügyvédeknek, orvosoknak, pszichiátereknek jogtanácsosoknak és hivatásos sportolóknak. Dolgoztam fóbiásokkal, depressziós betegekkel, számos személyiségtípus képviselőivel, és olyanokkal is, akik azt gondolták, nekik nincs személyiségük. Most éppen abban az egyedülálló szerencsében van részem, hogy annak javát, amit tanultam, megoszthatom egy könyvolvasóival is, és ez a lehetőség valóban hálássá és izgatottá tesz. Mindeközben továbbra is folyamatosan törekszem azoknak az erőknek, képességeknek a felismerésére, amelyek az egyénekben lakoznak, és akik ezek segítségével gyakorlatilag egy pillanat alatt bármit és mindent megváltoztathatnak az életükben. Megtanultam, hogy azok a források, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy valóra váltsuk álmainkat, bennünk vannak. Csupán arra a napra várnak, amikor úgy döntünk, hogy felébredünk, és igényt támasztunk velünk született jogainkra. Ezt a könyvet azzal az egyetlen célral írtam, hogy ébresztő és kihívást jelentő felszólítás legyen azok számára, akik elkötelezik magukat egy jobb minőségű élet iránt, hogy kellően kihasználhassák Isten adta képességeiket. Ebben a könyvben ötleteket és stratégiákat mutatok be, amelyek révén konkrét mérhető és tartós változásokat hozhatunk létre önmagunkban és másokban. Látod? Azt hiszem, tudom, hogy valójában milyen vagy. Hiszek abban, hogy rokonlelkek vagyunk, a növekedés vágya irányított téged ehhez a könyvhöz. Ez a vágy volt a láthatatlan kéz, amely vezetett. Tudom, hogy függetlenül attól, hol állsz ebben a pillanatban, mindenképpen többet akarsz. Mindegy, hogy mennyire jól végzel már most is valamit, vagy milyen kihívásokkal nézel szembe, mélyen magadban ott él a hit, hogy az élettapasztalatod sokkal nagyobb lehet és lesz is annál, mint amekkora jelenleg. A nagyság sajátos formáját szánta neked a sors, amely létrejöhet egy kiváló szakember, tanár, üzletember, vagy akár egy anya vagy apa személyében. És ami a legfontosabb, nem csupán hiszelebben, hanem már is cselekedni kezdtél. Nem csak megvásároltad ezt a könyvet, de már most olyasmit teszel, ami sajnos manapság szintén különlegesnek számít, vagyis elkezdted olvasni. Statisztikák mutatják, hogy a könyvvásárló emberek nem egészen 10%-a folytatja csak az olvasást az első fejezet után. Micsoda hihetetlen veszteség! Ez egy óriási könyv, amelyet arra használhatsz, hogy óriási eredményeket érj az életedben. Tudom, te nem olyan ember vagy, aki kontárkodással becsapja magát. Ha álhatatosan előnyt a könyv minden egyes fejezetéből, akkor ezzel gondoskodsz arról, hogy képes legyél a lehetőségeidet maximálisan kihasználni. Arra szeretnélek biztatni, hogy ne csupán azért tegyél meg mindent, hogy teljes egészében elolvasd ezt a könyvet, eltérően a legtöbb embertől, akik abba hagyják, de egyszerűen nap mint nap használd is fel azt, amit tanultál belőle. Ez a legfontosabb és feltétlenül szükséges lépés annak az eredménynek az eléréséhez, amely mellett elkötelezted magad. Hogyan érjünk el tartós változást? Ahhoz, hogy a változások igazán értékesek legyenek, tartósaknak és következeteseknek kell lenniük. Valamennyien átéltük már, hogy egy pillanatra megváltoztunk, csak hogy a végén még inkább letörtek és kiábrándultak legyünk. Tény, hogy sok ember a félelem és a rettegés érzésével kísérel meg különféle változtatásokat, mivel tudattalanul érzi, hogy a változás úgyis csak időleges lesz. Jól ismert példa erre az olyan ember, akinek el kellene kezdenie a diétázni, de egyre azon kapja magát, hogy halogatja a kezdést. Ez elsősorban azért van így, mert a lelke mélyén tudja, hogy a kínok, amelyeket a kívánt változás érdekében el kell viselnie, csupán rövid ideig jelentenek majd jutalmat. Életem legnagyobb részében a tartós változás rendező elvei után kutattam. Sok ilyenről, valamint ezek alkalmazásairól is szó lesz majd a következő oldalakon. Mindenek előtt azonban szeretnék a változás három alapvető vezérelvére rávilágítani, amelyeket azonnal felhasználhatunk életünk megváltoztatására. Miközben ezek az elvek nagyon egyszerűek, mégis rendkívül erőteljesek lehetnek, ha valaki értő módon alkalmazza őket. Ezek pontosan azok a változások, amelyeket egy egyénnek a személyes fejlődése érdekében, egy cégnek a lehetőségek maximális kihasználása érdekében kell megtennie, egy országnak pedig azért, hogy kialakítsa az őt megillető helyet a világban. Valójában a világközösség tagjaiként ezeket a változtatásokat minnyájunknak meg kell valósítanunk, hogy megőrizhessük az életminőséget egész bolygónkon. Első lépés. Emeld a mércét! Ha bármikor őszintén szeretnél egy bizonyos változást elérni, az első dolog, amit meg kell tenned, az önmagaddal szembeni igényszint növelése. Amikor az emberek megkérdezik tőlem, hogy valójában mi változtatta meg az életemet nyolc évvel ezelőtt, elmondom, hogy egyértelműen az volt a legfontosabb, hogy megváltoztattam az önmagammal szemben támasztott követelményeimet. Leírtam minden olyan dolgot, amelyeket többé nem akartam elfogadni az életemben, mindent, amit nem voltam hajlandó tovább tolerálni. Továbbá mindent, aminek az elérésére törekedtem. Gondolj azokra a messze menő következményekre, amelyeket olyan férfiak és nők idéztek elő, akik megemelték saját követelmény szintjüket, és azzal összhangban cselekedtek, elszámva magukat, hogy nem érik be kevesebbel. A történelem feljegyezte olyan emberek inspiráló példáit, mint Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, Cézár Chavez, Soichiro Honda és sokan mások, akik megtették azt a csodálatosan erőteljes lépést, hogy megemelték igényszintjüket. Ugyanaz az erő, amelyet a szolgálatukba állítottak, a te számodra is elérhető. Ha elég bátor vagy ahhoz, hogy megköveteld magadnak. Egy szervezet, egy cég, egy ország vagy a világ megváltoztatása önmagunk megváltoztatásának egyszerű lépésével kezdődik. Második lépés. Változtasd meg korlátozó hiedelmeidet! Ha megemeled a követelmény szintet saját magad számára, de nem igazán hiszel benne, hogy el tudod azt érni, akkor már is szabotálod önmagad. Még csak meg sem kísérled. Hiányzik belőled a bizonyosság érzése, ami lehetővé tenné, hogy kihasználd a lényed legmélyén, már ebben a pillanatban is ott szunyadó képességet. Hiedelmeink olyanok, mint a megkérdőjelezhetetlen parancsok amelyek megmondják nekünk, hogyan állnak a dolgok, mi lehetséges és mi lehetetlen, mit tudunk megtenni és mit nem. Ezek alakítják minden cselekedetünket, minden gondolatunkat, minden érzésünket, amit tapasztalunk. Mindezek tudatában a hiedelemrendszereink megváltoztatása központi helyet foglal el abban, hogy valódi és tartós változást hozzunk létre az életünkben. Mielőtt a megvalósításukhoz ténylegesen is hozzáfognánk, ki kell fejlesztenünk magunkban a bizonyosság érzését, hogy képesek vagyunk elérni és el is akarjuk érni kitűzött új céljainkat. Ha nem tudod átvenni hiedelemrendszereid irányítását, olyan magasra emelheted a követelmény szintedet, amilyen magasra csak akarod. Soha nem lesz meg benned az a meggyőződés, amelyel annak elérését támogatni tudnád. Mit gondolsz, mit ért volna el Gandhi, ha nem hit volna szinte minden idegszálával az erőszak nélküli ellenállás erejében? következetes meggyőződése engedte meg a belső erőforrásaihoz való hozzáférést, és tette őt képessé olyan kihívások teljesítésére, amelyek egy kevésbé elkötelezett embert eltérítettek volna a szándékától. A megerősítő meggyőződés, a bizonyosság érzése, jelentette a minden nagy siker mögött álló erőt egész történelmünk folyamán. Harmadik lépés. Változtasd meg a stratégiádat. Annak érdekében, hogy az elkötelezettséget fenntartsd, az eredmények eléréséhez a legjobb stratégiákra van szükséged. Egyik fő meggyőződésem, hogy ha magasabb célokat tűzöl ki, és rá tudod venni magad, hogy higgyél is bennük, akkor minden bizonyal meg tudod választani az ehhez szükséges stratégiákat. Egyszerűen meg fogod találni a célhoz vezető utat. Végső soron ez az egész könyv erről szól. Stratégiákat mutat be számodra a munka elvégzésére, és már most elmondhatom, hogy csak nem minden esetben az a legjobb stratégia. Ha találsz magadnak egy szerepmodellt, olyan valakit, aki már elérte azt az eredményt, amire vágysz, majd hasznosítanod kell az ő tudását. Tanuld meg tőle, hogyan cselekszik, mi a legfőbb meggyőződése, hogyan gondolkodik. Ezáltal nem csak jóval hatékonyabb leszel, de rengeteg időt is megspórolsz magadnak, mert nem kell újra feltalálnod a spanyol viaszt. Persze finomíthatod, alakíthatod a tanultakat, sőt, elképzelhető, hogy még nála is jobb leszel. Ez a könyv információkat és ösztönzést nyújt ahhoz, hogy elkötelezd magad a minőségi változás mind három vezérelve mellett. Segít megemelni igényszintedet azáltal, hogy felfedezheted, hol tartasz jelenleg, és hogy felismert, milyen szintre szeretnél eljutni. Segíteni fog azoknak a legfőbb hiedelmeidnek a megváltoztatásában, amelyek visszatartanak attól, hogy eljuss oda, ahová szeretnél, és segíteni fognak azoknak a meggyőződéseidnek a megerősítésében, amelyek már ma is szolgálnak téged. Támogatni fog továbbá egy egész sor olyan stratégia kifejlesztésében, amelyekkel az általad vágyott eredményt elegánsabban, gyorsabban és hatékonyabban érheted el. Persze az életben sok ember tudja, mit kell tennie, de kevés ember cselekszik ténylegesen annak megfelelően, amit tud. A tudás önmagában nem elég. Cselekedned is kell. Ha lehetőséget adsz rá, E könyvlapjaink keresztül leszek a személyes trénered. Mit csinál egy személyes tréner? Nos, először is törődik veled. A trénerek éveket töltenek egy bizonyos szakterület beható tanulmányozásával, és folyamatosan gyűjtik a kulcsfontosságú módszereket az eredmények gyorsabb eléréséhez. Ha hasznosítod azokat a stratégiákat, amelyeket a trénered megoszt veled, azonnali és drámai változást érhetsz el a teljesítményedben. Előfordul, hogy személyes vezetőd éppen nem tud semmi újat mondani. De legalább emlékeztet arra, amit már tudsz, és rávesz, hogy azt meg is tedd. Ez a szerep az, amit az engedélyeddel eljátszanék az érdekedben. Melyek azok a konkrét területek, amelyeken szeretnélek végigkalauzolni? Különféle képességeket fogok felajánlani arra vonatkozóan, hogy miképpen hozhatsz létre tartós javulást az életminőségedben. Együtt fogunk központosítani kontárkodás helyett, az élet azon öt területének alapos megismerésére, amelyek nézetem szerint a legnagyobb hatással vannak ránk. Ezek a következők. Első. Érzelmi jártasság. Önmagában ennek a leckének a megértésével nagy utat tehetsz meg a többi négy elsajátítása felé. Gondolj csak bele. Miért akarsz például lefogyni? Azért, hogy kevesebb zsír legyen a testeden. Vagy azért döntesz így, mert arra gondolsz, hogyan fogod érezni magad, ha megszabadulsz azoktól a felesleges kilóktól. Több lesz az energiád és a vitalitásod, sokkal vonzóbbnak érzed majd magad mások szemében, ami viszont az egekig növeli az önbizalmad és az önértékelésed. Úgy szólván mindenhez, amit tenni akarunk, meg kell változtatnunk annak módját, ahogy érzünk. Legtöbbünknek azonban alig van, ha van egyáltalán gyakorlata abban, hogy miképpen tehetjük ezt meg gyorsan és hatékonyan. Meglepő, milyen gyakran használjuk saját intelligenciánkat arra, hogy terméketlen, emocionális állapotba vezessen bennünket, elfeledkezve a velünk született és minnyájunkban meglévő tehetségünk sokrétűségéről. Túl sokan tesszük ki magunkat olyan külső események szeszélyeinek, amelyeket esetleg nem tudunk befolyásolni, elmulasztva emiatt, hogy kézbe vegyük érzelmeinket, amelyek pedig teljesen a hatalmunkban vannak. És így inkább csak rövid távú, gyors javítgatásokra szorítkozunk. Hogyan tudnánk különben megmagyarázni azt a tényt, hogy miközben a világ népességének alig 5%-a lakik az Egyesült Államokban, mégis itt fogyasztják a világ kokain termelésének 50%-át? Vagy azt, hogy országunk katonai védelmi költségvetése, amely mostanában milliárdokban fejezhető ki, megegyezik azzal a számmal, amit alkoholfogyasztásra költünk. Vagy azt, hogy évente mintegy 15 millió amerikainál diagnosztizálnak orvosi kezelést igénylő depressziót, és hogy több mint 500 millió dollár értékben írják fel a Prozac nevű antidepresszáns gyógyszert. Ebben a könyvben felfedezheted majd, mi késztet rá, hogy azt csináld, amit csinálsz, és megtalálhatod a leggyakrabban tapasztalt érzelmek kiváltó okait is. Ezt követően egy több lépésből álló módszert mutatok be, amelynek segítségével megállapíthatod, mely érzelmek erősítenek, melyek gyengítenek, és hogyan használhatod ki mindkét fajta érzelmet legelőnyösebben, úgy, hogy az érzelmeid ne gátló körülményeket jelentsenek, hanem inkább erőteljes eszközöket, amelyek elősegítik legmagasabb képességeid elérését. Második. Fizikai egészség megőrzése. Vajon megérje, hogy mindened meglegyen, amiről valaha is álmodtál, miközben gyatra egészségi állapotod meggátol abban, hogy képes legyél élvezni azt? Vajon úgy ébredsz -e minden reggel, hogy energikusnak, erősnek érzed magad, és készen állsz az új napra? Vagy ugyanolyan fáradtan kelsz fel, mint amilyen az előző este voltál? Fájdalommal telve és neheztelve az életre, hogy már megint egy új napot kell kezdened? Olyan életvitelt folytatsz, amely megfelel a statisztikáknak. Ugyanis minden második amerikai szívkoszorúér megbetegedésben hal meg, minden harmadik pedig rákban. Egy 17. századbeli orvos, Thomas Moffett mondását idézve, saját fogunkkal lássuk meg a sírunkat, helytelen táplálkozásunkkal. Ezt tesszük, amikor teletömjük a testünket zsíros, tápértéket nélkülöző ételekkel, amikor cigarettával, alkohollal és drogokkal mérgezzük a szervezetünket, és közben passzívan üldögélünk a tévékészülékünk előtt. Ez a második lecke segíteni fog fizikai egészséged irányításában, annak érdekében, hogy ne csupán jól néz ki, hanem jól is érezd magad, és légy tudatában, hogy kézben tartod az életedet egy olyan testben, amely vitalitást sugároz, és lehetővé teszi nagy eredmények elérését. Harmadik. Jártasság a kapcsolatépítésben. Saját érzelmeid és fizikai egészséget kézben tartásán kívül nincs más, amit fontosabbnak gondolnék szerelmi, családi, üzleti és társasági kapcsolataid, hozzáértő kezelésénél. Hisz végül is ki az, aki tanulni, növekedni szeretne, sikeres és boldog akarna lenni, teljesen egyedül. E könyv harmadik leckéje feltárja annak titkát, hogyan lehetsz képes minőségi kapcsolatok teremtésére, elsősorban önmagaddal, majd másokkal. Első lépésként fel kell ismerned, hogy mit értékelsz a legnagyobbra, mik az elvárásaid, melyek azok a szabályok, amelyek mentén az életet éled, és azok a szabályok hogyan viszonyulnak az élet többi szereplőjéhez. Miután tökéletesen elsajátítottad ezeket a fontos készségeket, megtanulod, hogyan teremthetsz kapcsolatot az emberekkel a lehető legmélyebb szinten, és hogy miképpen élvezheted ennek mindenki által vágyott jutalmát. A jó ügyhöz való hozzájárulás érzését, annak tudatát, hogy sikerült előnyös változásokat hoznod mások életébe. A magam részéről úgy találtam, hogy számomra a kapcsolatok jelentik a legnagyobb erőforrást. Mivel ezek nyitják meg a kaput minden egyéb forrás felé, amelyekre szükségem van. Eljártasság elsajátítása a növekedés és a mások boldogulásához való hozzájárulás határtalan forrását jelenti számodra. Negyedik. Pénzügyi jártasság. Mire eléri a 65. életévét, a legtöbb amerikai vagy hol szegény, vagy halott. Ez aligha felel meg annak az állapotnak, amit a legtöbben elképzelnek maguknak amikor bizakodva tekintenek a nyugdíjas aranykor felé. De ha nem él benned a meggyőződés, hogy megérdemled az anyagi jólétet, és ezt a meggyőződést nem támasztottad alá egy működőképes élettervel, akkor hogyan is válhatnád valóra dédelgetett terveidet? E könyv negyedik leckéje fogja megtanítani, hogyan lép túl azon a célon, hogy életed őszén, vagy akár már ma is, éppen csak, hogy meg tudjál élni valahogy. Mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy kapitalista társadalomban élhetünk, Minnyáján képesek vagyunk megvalósítani az álmainkat. Mégis a legtöbben folyamatos pénzügyi nyomást tapasztalunk, és azon fantáziálunk, hogy ha több pénzünk lenne, enyhülne ez a nyomás. Ez egy nagy kulturális tévhit. Hadd biztosítsalak arról, hogy minél több pénzed van, valószínűleg annál nagyobb nyomást érzel. A kulcsot nem pusztán a gazdagság hajszolása jelenti, hanem a gazdagsággal kapcsolatos meggyőződéseid és hozzáállásod megváltoztatása, annak érdekében, hogy a gazdagságot a hozzájárulás eszközeként lásd, ne pedig a boldogság végső és egyetlen ismérveként. Annak érdekében, hogy pénzügyi szempontból bőséget teremthesse magad számára, először meg kell tanulnod, miként lehet megváltoztatni mindazt, ami életedben szűkös körülményeket hoz létre, majd azt, hogy miként kell következetesen megtapasztalni a gazdagság átélése és megtartása, továbbá gyarapítása szempontjából lényeges értékeket meggyőződéseket és érzelmeket. Ezt követően meg kell határozni céljaidat és ki kell alakítanod álmaidat, szem előtt tartva a lehető legnagyobb jólételérését, a lelki béke megtalálását és annak a felszabadult érzésnek a megteremtését, amelynek birtokában örömmel várhatod az élet által felkínált összes lehetőséget. 5. Okos időgazdálkodás A mesterművekhez idő kell. Ennek ellenére hányan tudjuk valójában, hogyan kell az időt kihasználni? Nem az időgazdálkodás tudományáról szeretnék itt beszélni. Arról lesz inkább szó, hogy ténylegesen úgy tekintsük az időt, úgy torzítsuk és manipuláljuk, hogy szövetségesünké váljék, ne ellenségünké. A könyv ötödik leckéje elsősorban arra kíván rámutatni, hogyan vezethet a rövid távú értékelés hosszú távú fájdalomhoz. Megtanulod, hogyan hozzál valódi döntést és hogyan kell legyőznöd az azonnali jutalom iránti vágyadat. Időt hagyva ezzel, hogy a gondolataid, tetteid, sőt, még a saját képességeid is elérjék a teljességüket. Azután bemutatom majd, hogyan tervezd meg a döntéseid végrehajtásához szükséges térképeket és stratégiákat, hogy a megvalósítás során készen állhass komoly cselekvésre, a késleltetés türelmes elviselésére és a rugalmasságra, hogy olyan gyakran változtasd a megközelítési megoldási módokat, Ahányszor csak szükséges. Ha egyszer az időgazdálkodás mesterévé válsz, megérted majd annak igazságát, hogy a legtöbb ember túlbecsüli, amit egy év alatt, és alulbecsüli, amit egy évtized alatt teljesíteni képes. Nem azért osztom meg veled ezeket a leckéket, hogy ezzel azt sugaljam, ismerem az összes választ. Vagy hogy az én életem tökéletes és sima. Én is kivettem a részem a kihívást jelentő körülményekből. De mindezek közepette tudtam tanulni. Győztem kitartással, és folyamatosan sikereket értem el éveken keresztül. Minden esetben, amikor kihívásokkal találkoztam, arra használtam fel a belőlük leszűrhető tanulságokat, hogy életemet egy újabb szintre emeljem. És hozzá hasonlóan én magam is folyamatosan növelem a tudásszintemet ezen az öt alapvető területen. Az én életminőségemnek megfelelő élet azonban nem jelenthet választ a te számodra. Az én álmaim és céljaim nem azonosak a te álmaiddal és céljaiddal. Mindazonáltal hiszek abban, hogy mindaz, amit arról tanultam, hogyan változtassam valósággá az álmaimat, hogyan kezeljem a megfoghatatlant és változtassam realitássá, alapvetően általánosítható a személyes vagy professzionális siker bármely szintjének eléréséhez. Azért írtam ezt a könyvet, hogy cselekvési kézikönyvként szolgáljon. Tankönyvként ahhoz, hogy javítsd az életminőségedet, és növeld az abból nyerhető élvezeteket. Noha nyilvánvalóan rendkívül büszke vagyok az első Unlimited Power, Határtalan Siker, Bioenergetik Kiadó 2007 című könyvemre, és arra a hatásra, amit világszerte gyakorolt az emberekre, mégis úgy érzem, ez a mostani könyvem számos új és különleges szemponttal egészíti ki annak az erőnek, képességnek a jellemzését, ami segítheti egy magasabb életminőségi szint elérését. Újból áttekintünk majd néhány alapfogalmat, mivel az ismétlés a tudás atya. Ezért remélem, ez olyan könyv lesz, amelyet újból és újból elolvasol, olyan könyv, amelyhez mindig visszatérsz, amelyet ösztönző eszközként használsz ahhoz, hogy megtaláld a már eleve benned rejlő válaszokat. Ennek ellenére ne felejtsd el, miközben olvasod a könyvet, hogy nem feltétlenül kell mindent elhinned vagy magadévá tenned, ami benne van. Ragadd meg azokat a dolgokat, amelyeket hasznosaknak gondolsz kezd is azokat rögtön alkalmazni. Ahhoz, hogy néhány nagyobb változást elérj, nem kell minden olyan stratégiát megvalósítanod, vagy minden olyan eszközzel élned, amelyek ebben a könyvben szerepelnek. Valamennyi stratégiának külön-külön is életet megváltoztató potenciája van, együtt alkalmazva azonban robbanásszerű eredményt produkálhatnak. Ez a könyv számos stratégiát bemutat a vágyott siker elérésére, olyan rendezőelvekkel egyetemben, amelyeket kultúránk néhány legerőteljesebb egyéniségű és legérdekesebb emberéről mintáztam. Különleges lehetőséget jelentett a számomra találkozni és interjúkat készíteni egy sor érdekes emberrel. Nagy hatással bíró és különleges karakterű emberekkel. Norman cousins Michael Jacksonig, John Wooden trénertől John Templeton pénzügyi fenoménig, az ipar vezéralakjaitól taxisofőrökig. A következő oldalakon nem csupán a saját tapasztalataim eredményei találhatók meg, hanem annak a több ezernyi könyvnek, kazettának, szemináriumnak és interjúnak az alapján leszűrt tapasztalatok eredményei is, amelyeket életem utolsó tíz éve alatt halmoztam fel, vezettem, illetve készítettem, miközben folyamatosan keresem az izgalmas lehetőségeket, hogy minden nap tanuljak valamit, és egy kicsit tovább fejlődhessek. E-könyv célja nem csupán az, hogy egyetlen rendkívüli változáshoz segítsen hozzá az életedben, hanem fordulópontot szeretne jelenteni ahhoz, hogy egész életedet új szintre emeld. Könyvem középpontjában a globális változások elérése áll. Hogy mit értek ez alatt? Nos, elképzelhető, hogy megtanulod, hogyan érhetsz el bizonyos változásokat az életedben, legyőzhetsz egy félelmet vagy fóbiát, javíthatod kapcsolataid minőségét, vagy leszoktathatod magad a halogatásról. Mindezek hihetetlenül értékes képességek, és ha olvastad a határtalan sikert, akkor már is sokat elsajátíthattál ezek közül. Mégis, miközben folytatod az olvasást a következő oldalakon, azt fogod találni, hogy vannak olyan kulcsfontosságú emelési pontok az életedben, amelyek egyetlen kisebb változtatás végrehajtása esetén szó szerint meg fogják változtatni, át fogják alakítani Életed minden aspektusát. Ennek a könyvnek az a célja, hogy különféle stratégiák ajánlásával segítsen létrehozni, megélni és élvezni azt az életstílust, amelyről jelenleg még csak álmodozol. Egész sor egyszerű és konkrét stratégiára bukkanhatsz ebben a könyvben arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelt bármely kihívás okát, és hogyan változtasd azt meg a lehető legkisebb erőfeszítéssel. Alig, ha hiszed el például, hogy csupán egyetlen az általad rendszeresen használt szavak és kifejezések között szereplő szó megváltoztatásával, azonnal megváltoztathatod az életre vonatkozó érzelmi szemléletedet. Ugyanilyen hihetetlen, hogy az önmagadnak tudatosan vagy öntudatlanul következetesen feltett kérdések megváltoztatásával, azonnal megváltoztathatod, hogy mire figyelj oda, és ennek alapján miként cselekedjél életed minden egyes napján. Nehezen hihető, de egyetlen meggyőződésed megváltoztatásával erőteljesen megváltozhat boldogságérzetet szintje is. A következő fejezetek segítségével azonban, egyebek mellett, mesterfokon elsajátíthatod ezeket a technikákat, hogy a kívánt változásokat előidézhest. Mindezek alapján nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy kapcsolatba kerülünk egymással, amint együtt megkezdjük felfedező útunkat és legmélyebb és legigazibb képességeink valóra váltását. Az élet ajándék, amely kiváltságot, lehetőséget és felelősséget kínál nekünk arra, hogy visszaadjunk valamit azáltal, hogy többek leszünk. Felfedező útunk első állomását jelentik a... Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice